Újhely István 2 cikluson keresztül volt európai parlamenti képviselő, és talán az egyik legtöbbet szereplő európai parlamenti képviselő volt a magyar delegációból. Beszélünk Donald Trump győzelméről, Kínáról, a turizmusról, és sok olyan kérdés fölmerül, ami nem könnyen beilleszthető a magyar ellenzéki és kormánypárti viszonyrendszerbe. Kérem, hallgassák meg, szerintem érdekes lesz. Szervusz! Szervusz! Áruljuk el nézőinknek, hogy másodjára mondod, hogy szervusz. Másodjára mondom, hogy szervusz. És én másodjára is mindig most mosolygok rajta, mert olyan hirtelen más lesz az arcod, és szervusz. Hát ez ilyenkor bennem van az adás. És az ember így megáll bennem az ütő, hogy... Igen. Szóval nyer Donald Trump az Egyesült Államokban, ezzel nem mondtunk senkinek újat, és azzal sem mondtunk újat, hogy Magyarországon a Fidesz és környezete nagyon örül, és elmondták, hogy új világ jön, ami jó világ jön, és ezzel szemben te képviselsz egy olyan álláspontot, hogy Magyarországnak ártani fog Donald Trump győzelme, és kíváncsi vagyok, hogy miért nem értesz egyet a kormányzó párttal. Hát néha magammal se. Nagyon fontos az, hogy mikor írtam mindezt, ugye? Csak nem utólag. Ez közvetlenül a választás előtt írta. Előtt, így van. Igen. Tehát néhány nappal előtte, amivel azért kilógtam a sorból, ahogy sokszor szoktam mostanában, mert szinte a magyar közélet is ketté vált. Aki Orbán ellenes, az csak Harrisnak szurkolhatott, aki Orbán párti, az csak Trumpnak szurkolhatott, és erre írtam azt, hogy ez egy sokkal-sokkal bonyolultabb képlet ez. Tartom így néhány hét után a választások után is, hiszen, hogyha nagyon gyorsan és leegyszerűsítve akarok fogalmazni, Orbán és a rezsim nyert, időt nyertek, túlélést nyertek, de Magyarország veszített, és Európa is veszített, szerintem Trump győzelmével. Ugye itt az az állítás, ha jól értem, hogy tulajdonképpen Donald Trumpnak van már 2016 óta egy álláspontja, ez az, hogy az Egyesült Államoknak túl sok intervenciója van világszerte, ebből nekik vissza kell vonulni azért, mert túl szélesre és vékonyra tolták az amerikai hegemónia palacsintáját, hogy egy nagyon furcsa képzavarral éljek, és hogy ebből vissza kell venni, és elsődlegesen a csendes óceánra kell koncentrálni, és Európa egy másodlagos dolog. Milyen nézőpontból beszélgetünk? A saját most, magyaros nézőpontunkból, hanem ilyen objektív, ahogy én hívom mostanában, politikai szemtanúként elemzünk. Politikai nem, nagyon, nagyon nem mindegy. Most egy politikai szemtanúi módon mondom, csak hogy elérkezünk Magyarországhoz, és ez a logika azért rossz Magyarországnak, ha jól értem az állítást, mert így Magyarország, mint Európa egész egy, az atlanti világnak a különleges kapcsolata helyett egy sokkal perifériásabb helyzetbe kerül. Ha jól értettem a gondolatot. Fejtsünk szét néhány szálat. Szerintem Orbánék abban tévednek, hogy ez egyébként egy stratégiai győzelem mondjuk neki és rajta keresztül Magyarországnak, hiszen nem tudjuk magunkat elkülöníteni az európai általában a gazdasági erőtérből, tehát hogyha Trump bevezeti a sokkal erőteljesebb importvámokat például az európai autók fele, akkor az a büszke magyar kormány, amelyik a híres magyar autóiparra épít mindent, és ettől hangos minden, azzal találja magát szembe, hogy nincs olyan amerikai törvényhozási lehetőség, amelyben odaírják kisbetűvel, hogy kivéve az Orbán Viktor által külön megjegyzésben nekünk elküldendő autógyárak listáját. Hát mi ugyanúgy az európai autóipar részei és kiszolgálói vagyunk. Tehát ez is egy nagyon fontos elem. Ugyanakkor, hogy egy másik részét is megvilágítsam, azt is leírtam, és ezt tartom is, hogy összességében egyébként majd, hogy ezt 10 év múlva nézzük, akkor lehet, hogy még használ is nekünk Trump győzelme Európának, benne Magyarországnak, mert egy kicsit ráébreszt mindannyiunkat arra, hogy nem függhetünk állandóan egy nagy testvértől, már pedig az elmúlt években, és ez nem csak az elmúlt 1-2 év, hanem az hosszú elmúlt évtizedekben állandóan mindenben az USA diktált nekünk politikai, diplomáciai, kereskedelmi, globális kérdésekben. A globalizáció kitört, aki azt hiszi, hogy ezt meg lehet állítani, az téved, ha már pedig globalizáció van, akkor Európának önálló versenyképes erőnek kell ebben lennie, és benne Magyarországnak. Ugye ez a gondolat, hogy Európának le kell szakadni a nagy testvérről, ahogy fogalmaztál, ez azt hiszem, hogy az európai politikában egy ideje egy nagyon erős szál volt, és az utóbbi pár évben különösen nagy hangot kapott. Macronnak volt is Sorbonon a beszéde a stratégiai autonómiáról, a stratégiai szuverenitásról, amely erről szólt,
az elején Scholz kancellár a német fegyverkezéssel hasonló hangokat mondott, néha Ursula von der Leyen is mondott olyan dolgokat, amiket így lehet értelmezni, hogyha erőteljes exegézist alkalmazunk. És tehát nagyon sok beszéd volt erről. Mégis szerintem az nem egy nagyon vitatható állítás, hogy az elmúlt mondjuk 4-5 évben nem történt jelentős érdemi előrelépés e tekintetben. Egyetértek. Miért van ez? Vannak objektív és kevésbé objektív tényezői. A kevésbé objektívet úgy értem, hogy érzelmi, azonosulásbeli, politikai, mágnes működésbeli, tehát hogy egyszerűen az amerikai vonzás az más volt az előző Trump időszakban. Hogyha visszaemlékszel, Trump első elnöki ciklusában nagyon erősek jelen volt az európai döntéshozóknak az a hangja, az a véleménye, hogy saját lábra kell állni. Aztán jött Trump veresége, és úgy érezte mindenki, hogy megkönnyebbülhetünk. Na de most tényleg egy elnök személyétől függ, hogy egyébként Európa függetlensége, versenyképessége az milyen. Most, hogy megint győzött Trump, most megint felerősödtek ezek a hangok. Már előtte is a választási esélyes győzelmére vonatkoztak ezek a hangok. Amik viszont nem az európai vezetők hibájából következnek, az egyrészt volt egy erős Covidunk, ez sok mindent átformált a nemzetközi világban. Jött egy energiaválság, és különösen az ukrán háború, és az ukrán háború okozta plusz energia függőség Oroszországtól való leválás, és ebben az amerikai érdekek felé való elmozdulás. És ezek összességében okozták, hogy az elmúlt időszakban megint egy ilyen kényelmes együttműködés, hogyha az Egyesült Államok fütyült valamit, akkor az Európai Unió arra ment, amerre ők fütyültek. Én ezt nem szeretem, miközben egyébként alapvetően transzatlanti és nyugati elköteleződésű politikus vagyok. Én nem szeretem, hogyha az egyébként erős és magára büszke Európa rohan, lohol, akár védelempolitika, akár kereskedelempolitika, akár majd nyilván beszélünk erről Kínával kapcsolatos viszony, és sok minden másban, hogyha rohanunk Washington után. Meg ki leszünk téve egy bizonytalan washingtoni döntéshozatali mechanizmus hatásainak. Itt rá fogunk térni Kínára, és most meg is említem, hogy itt részben azt is lehetett látni szerintem, hogy a Biden kormány nagyon sok mindenben nem tért el végül a Trump kormánynak a stratégia irányától. Tehát a Kínával kapcsolatos nagyon kombatív ipar-gazdaságpolitikát folytatta. Hát ha van valami, amiben egyébként a két nagy politikai erő az Egyesült Államokban ugyanazt fújja, akkor az a Kínával szembeni verseny. De ez nem Kínáról szól egyébként, azt mind a ketten tudjuk. Ez bárki másról szól, aki potenciális versenytársa az amerikai globális érdekeknek, hiszen Kína semmiben nem veszélyezteti egyébként Amerikát, mint egy szuverén közösséget. Kína nem egy támadó fél, Kína és Peking és Washington között soha nem merülhetett fel az a típusú atomháborús, hidegháborús villongás, mint egyébként Moszkva és Washington között fölmerült, az egy másik időszak volt, Kína egészen más. Viszont aki veszélyezteti a globális hatalmát az Egyesült Államoknak, az potenciális versenytárs, és az Egyesült Államok diktálta azt a tempót, és írta azt a forgatókönyvet, amiben ma jelenleg egy újabb hidegháborús időszakban vagyunk. Elmész egy fejlődő afrikai országba, én nagyon sokat járok most Ázsia és Afrika olyan részein, ahol korábban nem volt tapasztalatom, de akár mondhatnám Indonéziát vagy Dél-Amerikát is, minden ottani kormányzati tisztviselőnek és kormánynak az a legdurvább, legforróbb krumpli a kezében, hogy egyébként most Kínával milyen kereskedelmi és diplomáciai viszonyt ápolunk, mert másnap az amerikai nagykövet már itt lesz, és azt fogja mondani, hogy hello, hello, vigyázzatok magatokra. De hát nekem miért mondják ezt a másik? Nem mondja, csak egyszerűen win-win dílt akar kötni. Az egész világ ma ebben van. Azért majd szerintem érdemes egy picit árnyalni, és akarok Kínára, tehát az érdemi rész Kínáról fog mindjárt szólni a beszélgetésnek, csak egy dolgot még visszahoznék ezzel a stratégiai autonómiával, meg hogy azt tesszük, amit az Egyesült Államok mond.
George Bush, Hillary Clintontól is lehet ilyet idézni, Bidentől, a Blinkentől, a Trump kormányban mindenkitől, azóta újra Marco Rubiótól, aki az új külügyminiszter lesz, ahol azt mondja az Egyesült Államok vezetése, hogy a 2%-os hadiköltés egy NATO kötelezettség, amely az alapja annak, hogy van kölcsönös védelem, mert mindenki beszáll a maga mozgásterét tekintve, és Európa tulajdonképpen 45 óta nem teljesíti ezt a kötelezettséget. Ez egy úgynevezett tényállítás, amivel nehéz vitatkozni. Németország ugye úgy látjuk, hogy nem is valójában törekszik arra, hogy ezt teljesítse. A lengyelek meg a baltiak bőven meg is csinálták a kettőt, Magyarország meg mondjuk Románia sokkal erőteljesebben körekszik a 2%-ra, mint Németország, de még mindig nem tartott, és hát lehet mondani, hogy alapvetően Európa gazdag része nem csinálja meg ezt a 2%-ot, hogy akkor nem egy legitim amerikai válasz az, hogyha mi finanszírozunk ezt a védelmi szövetséget, akkor, hogy idézek egy régi szocialista mondást a politikáról, az a politika aranyszabály, hogy akinél az arany, annál a szabály. Biztos, hogy minden Washingtonban születő NATO érdekeltségű stratégiai döntés egyébként Európa biztonságának érdekeit szolgálja. Ez egy globális erőpozíciót felépítő. De én nem ezt kérdeztem. Én azt kérdeztem, ha nem fizetjük be a klubtagságit, akkor hogy lehet beleszólni a klub döntésébe? Ebben, tehát hogyha már pedig ez a megállapodás, ugye ez a NATO belső deal, és Trump ezt kifogásolta elég erőteljesen a korábbi cirkusában. De demokraták is kifogásolta. Demokraták is. Ebben nyilvánvalóan az Egyesült Államoknak igaza van. Csak azért bonyolítottam meg a kérdést, mert hogy az én válaszom erre nem az, hogy akkor, ha most Washington azt diktálja mondjuk a Trump adminisztráció, hogy nem is 2, hanem 2,5, vagy 3, vagy 4, vagy 10, vagy mit tudom én hány százalék, akkor mindenki rohan utána, és főleg akkor, hogyha amerikai fegyvereket vásárolunk, mert egyébként az úgy szolgálja a NATO és az európai védelem érdekeit, hanem nekem erre az a válaszom, hogy európai önálló védelmi rendszer. Miért kellene a világháborúkat követően kialakult nagy nemzetközi védelmi és egyéb rendszerek, azok nem biztos, hogy érvényesek ebben a pillanatban is. Akkor feltenném az úgynevezett varsói dilemmát kérdésként erre válaszol, hogyha ez így van, és az Egyesült Államok által létrehozott transatlanti védelmi architektúra már idejét múlt, mert már nem az a geopolitikai helyzet van, akkor ki fogja garantálni a magyar-litván-lett határokat? Ugye, ha nem az amerikaiak, akkor sajnos, mivel szerintem igaz a külpolitikának az a realista olvasata, hogyha valaki kivonul egy hatalmi helyzetből és vákum keretezi, valaki be fog vonulni, ki tud lenni, aki bevonul, gazdaságilag Németország vagy Oroszország. És ezek a Vilniusban meg Varsóban végig gondolták, és arra jutottak, hogy a történelem azt mutatja, hogy ezek nem feltétlenül jó válaszok, úgyhogy el kell odázni ezt a pillanatot, és az Egyesült Államokat benn kell tartani a lehető legtovábbi így pillanatig. Van. Így van, én is így gondolom. De nem tudod, hogy fél év múlva mondjuk az új külügy, az új védelempolitikáért és az új amerikai államért felelős Trumpi adminisztráció milyen ötletekkel áll elő, és Európa nincs kész, hogy ne zsarolt pozícióban legyen, hanem azt mondhassa, hogy hát akkor megyünk a saját utunkon. Az, hogy egyébként felmerül az a kérdés, hogy Litvánia meg tudja-e védeni magát, önmagát, vagy Magyarország meg tudja-e védeni magát, mert hogy őrült politikusok nem csak a 20. század első felében születtek, hanem azóta is bőven termeljet az anyaföld. Soha nem tudhatjuk, hogy ki, mikor, hogyan kerül hatalomra és milyen politikát folytat, akár velünk szemben a magyar kártyát kijátszva. Nekünk az az érdekünk, hogy egy nagyobb védőernyő legyen felettünk. Hogy összességében egyébként, vagy hosszú távon ez az Egyesült Államokkal való együttműködésben, vagy teljesen leszakadva, ez már egy másik stratégiai kérdés, de hogy az Európai Uniónak védelempolitikára sokkal többet kell szánnia, és hány éve beszél az Európai Unió az önálló EU-s haderőről? De hát ugye sokáig a németek miatt nem lehetett felvetni. Ez változott, tehát ez hangulatában is áttört egy gát Németországban, akkor, amikor hosszú évtizedek után először merték azt bevállalni, hogy német katona egyébként mondjuk a
határukat átlépve bármilyen biztonsági, nem támadó, hanem biztonsági feladatokat lásson el. Sok minden változott. Ez szerintem a következő 5 éves mostani Európai Uniós ciklusnak a legfontosabb feladata. Igen, és akkor itt térnék rá Kínára, hogy ugye azt mondod, hogy az Egyesült Államok fegyvereket ad el, és sokszor politikai eszközökkel is teszi, és hát ezeket a kritikákat, hogy mondjam, én például, hogy csak egy példát mondjak Schiffer Andrástól, de akár az úgynevezett magyar rendszerkritikus baloldaltól egyre-egyre nagyobb durvasággal tudom olvasni. Kik ma azok? Annyira kíváncsi lennék, hogy kiért. Tóth Csaba Tibort a Mércén elolvasod, ott el lehet olvasni azt a fajta Amerika kritikát, amit 1978-ban finanszírozott a Szovjetunió, a The Nation-ben, meg a Jacobin magazinban. És Ideig nem megyek, és sokkal realistábban közelítem. Csak nem azt akarom mondani, hogy te ilyet mondasz, csak hogy ennek vannak mindenféle durva változat, és most akarom Kínát behozni. Nem. Bocs, egy mondatot tegyünk még hozzá. Mert nagyon-nagyon fontos, amit mondtál, hogy az Egyesült Államok finanszírozza hosszú évtizedek óta valójában a térség biztonságát. Egy dolog változott, és Trump győzelme mögött ez van. Az Egyesült Államok mai gazdasága, a belső állapota, a kohéziója, a ketté szakadt társadalom, és nem csak politikai értelemben, hanem szociológiai, társadalmi edukáltság és sok minden szempontjából. Ez az Egyesült Államok nem ugyanaz, mint a 70-es és a 80-as évek Egyesült Államoka. Tehát én nem vagyok abban biztos, hogy a Trumpi vagy bármely adminisztráció döntései, amelyek mondjuk a NATO kiadásainak csökkentését vagy az európaiak nagyobb beszállását követeli, az nem egy elvi kérdés a részükről, hanem nagyon is gazdasági kérdés. Igen, bár szerintem a 20. század második felének amerikai történelem mutatja, hogy voltak nagyon jelentős gazdasági válságai, de tényleg térünk rá Kínára, tehát csak azt akarom mondani, hogy az, hogy Kína ezeknek az országoknak, ahol voltál, nem tűnik úgy, hogy erőszakos lenne sok kereskedelem politikai dologba, ideológiai dologba, semmit nem szokott elvárni, amikor ilyen win-win egyezményeket köt. Részben szerintem itt más a fénytörés, hogyha valaki ezt 8000 kilométerről mondja Kínától, meg mondjuk, hogyha a Fülöp-szigetekiekkel vagy a vietnámiakkal beszélgetünk, akkor ők azért másképp látják Kínának a dominancia iránti vágyát szerintem. Tehát itt van egy földrajzi... Tehát a vietnámok vagy az indiaiak egészen biztosan. Így van. Tehát, hogy itt van egy földrajzi törés is ebben. És a másik, hogy viszont ide akarok rátérni, abban mind a ketten mást gondolunk, mint mondjuk az ellenzéki kollégáknak a 99%-a, hogy az a fajta ilyen sokszor jogos Kína kritika, amely azt mondja, hogy Kína egy megkerülhető vagy egy korlátozható szereplő lesz ebben az évszázadban, és ezt morális alapon mondja, emberi jogi, meg a rendszerrel kapcsolatos dolgok mondja, az nem egy realisztikus hozzáállás a világhoz, és nem egy fenntartható hozzáállás a világhoz. Ezért is például engem nem lehet megtalálni, pedig hívnak egy ilyen tájvános rendezvényen sem, nem azért, mert nem gondolom azt, hogy mindenkinek az a jó, ha szabadsága van, hanem azért, mert egyszerűen akárki lenne a miniszterelnök, nem fenntartható a Kínát emberi jogi, meg ilyen nyugati szövegekkel való folyamatos kritikai álláspontja. Kérdeztél valamit? Nem, szeretném elmondani, hogy hát mondd el, hogy egyetértesz, vagy nem. Azzal, amit mondtál? Igen. Egyetértek. És ugye ez nekem egy nagyon több évtizedes tanulási folyamat eredménye, hogy erre rájöjjek. Tehát a nézői nem biztos, hogy képben vannak, csak nagyon röviden. Én szerintem 23-24 éve voltam először Kínában, és azóta szinte nincs olyan része Kínának, ahol ne jártam volna. Az 5000 éves Kínát tanulom, próbálom megérteni. Beszélt kínai? Hát néhány dolgot. Próbáltam tanulni, de egyszerűen idő kéne hozzá. Van olyan gyermekem, aki vizsgázott kínaiból, és tanult is kínai egyetemen. Ugye Konfucius intézetet alapítottam és működtettem jó néhány évig. Most már csak távolról figyelem, mert nincs energiám rá, meg sok minden másokból is. De nagyon-nagyon sokat megértettem európaiként, hogy mennyivel más kultúra. Tehát, hogy, és ez nem csak rájuk, ez egyébként igaz a japánokra, egy japánnal tárgya, az mindenkire igaz. Ázsia messze van, egészen más kultúrkör. És ebből az alapállás mondom, hogy igaz, amit mondtál. Az Európai Parlamentben például, amikor fél évente előkerül egy resolution, ugye ezek a resolutionok, ezek arról szólnak, hogy bárki kitalálhat valamit, hogy nem tudom, a naprendszer csillagaival kapcsolatos politikai állásfoglalás,
tudományos megközelítés és terhetség nélkül, tehát egy politikai állásfoglalást hoz az Európai Parlament, és rendszeresen fél évente előjön a Kínával való Európai Uniós viszony. És amikor az első ilyen bejött, tanultam még az Európai Parlamenti logikát 9 évvel ezelőtt, akkor a kollégáimmal gyártottunk nagyságrendileg 90 pontos módosító listát. És nyilván lehet kritizálni sok mindent, tehát oda lehet írni az ujgurokkal kapcsolatos európai kritikát, az emberi jogokkal kapcsolatos kritikát, sok mindent oda lehet írni. De számomra az Európai Unió és Kína viszony az azt jelenti, hogy nézzük meg, miben tudunk egyetérteni, és miben nem tudunk egyetérteni. Fixáljuk azt, hogy mi az, amiben nem tudunk egyetérteni, és egyébként hosszan soroljuk azt, hogy mik a közös érdekek. Na most úgy, ahogy van, mindent leszavaztak, és az állásfoglalás 80%-a csak arról szólt, hogy belső problémák vannak Kínában, óriási az állami korrupció, ujgurok és sok minden más. Na most, bocsánat, de az Európai Parlamentnek, hogyha az EU-Kína viszonyról akar értekezni, akkor nem ez a dolga. De hát ugye van az Európai Unió külpolitikájáról egy nagyon jó Twitter oldal, aminek az a címe, hogy Deeply Concerned, ami mindig kiírja, hogy éppen miről Deeply Concerned, és csak ilyen félmondatokat ír, hogy Deeply Concerned, nem tudom, the situation in Albania, pont, és akkor minden nap van hat. De természetesen az egy nagyon jogos kritika, hogy azt mondjuk, hogy az ujgurok, ami mégiscsak rokon nép, nekik rossz, de fölmerül az a kérdés, hogy hány Európai Uniós határozat kell, hogy nekik jobb legyen. Ez a szám nem létezik, tehát ezért felesleges ez. Meg ennél is bonyolultabb, Péter. Nem tudom, te jártál-e... Mondok egy példát. Én sokáig azt hittem, hogy tényleg igaz az, hogy itt aztán minden vallást és minden kisebbséget elnyomnak és gyűlölnek. Hát persze, hogy igaz volt Mao alatt. Hát Mao-nál szörnyűbb, embertelenebb, autokrata vezető kevés volt a világon. És nagyon érdekes a kínai kultúrára, hogy ők igazából senkit nem törölnek a kultúrájukból, tehát ők a császárokat, a régi császárságot, azt ugyanúgy megtartják a maguk helyén. Mao volt, aki könyveket égetett, a mai kínai állampárti rendszer, az mindent megtart a helyén, sőt, Konfúciusz tanaiból vezetik le a kommunista párt X. kongresszusának különböző döntéseit. Egy ilyen nagyon erős 5000 éves kontinuitás van a gondolkodásukban. És csak azt akartam mondani, hogy elvittek néhány évvel ezelőtt, ez nem most, hanem legalább 10-15 évvel ezelőtt, elvittek, én kértem, több olyan tartományba, ami konkrétan kisebbségek által többséget irányított tartomány. Ninxi a tartomány például, ahol a nagy része a tartománynak muszlim vallású, mert annak idén az arab kereskedők hozták létre a ninxiai tartományi első városokat, és ma is az ő leszármazottaik vannak ott, és békében kereskednek és élnek. Az ujgurokkal egy probléma volt, kicsit olyan, és most nem akarok általánosítani, tehát félreértés ne essék, csak kicsit olyan, mint egyébként Moszkvának volt Csecsenföld, hogy a belső integritást és a belső terrorizmust, ha úgy tetszik, egyetlen egy helyről táplálták, és az ujgúria volt. És nem minden ujgúra igaz, lehet, hogy csak 10-re. De ami belső probléma volt, belső biztonsági probléma, pekingi metró, gyilkosságok, stb., azok mind kivétel nélkül ujgur. Szeparatista csoportoktól jöttek. Hát, és akkor most beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi veszélyezteti Európa belbiztonságát? Kívülről támadnak minket, vagy belülről támadnak minket esetleg iszlám, radikális iszlám, terrorszervezetek által kiképzett emberek, akik egyébként másodgenerációs európaiak? Szóval érted a problémát? Akkor mi nem csaphatunk le Brüsszel belvárosában lezárva egy fél környéket, és nem gyűjthetik be azokat, akik gyanúsak, mert kapcsolatot ápolnak ilyen szervezetekkel, vagy pénzt kapnak onnan, mert azt mondjuk, hogy hát na, hát azért. Ugye azért vannak, akik azt mondják, hogy nem lehet ilyet csinálni. Szerintem lehet. Én ebben kemény valós vagyok. Igen. Visszatérve itt nem konkrétan az ujgur helyzetről akarok beszélni. Nem, most csak dumálom, beszélgetem. Azért sem, mert én mondjuk egyáltalán nem értek hozzá, hanem azt akartam itt kimutatni, hogy ugye abban egyetértünk, hogy ez az ilyen nagyon
bizonyos szempontból álszent, moralizáló hozzáállás nem jó. Ugyanakkor azt akartam mondani, hogy valamilyen jellegű viszonyt ki kell alakítani, ugye. A magyar ellenzék, a magyar kormány és a kínai állam közötti projektek egy részét támadja, szerintem egy részét jogosan. A Budapest-Belgrád vasútvonalat akkor is lehetne támadni az összeg miatt, hogyha... Olvastál róla a véleményemet? Nem, csak azért kőkeményen támadtam. De nem csak a nyilvánosság előtt, hanem én ezt elmondtam a magyar külügyminiszternek, és elmondtam a kínai nagykövetnek is sajtótól függetlenül az elején, hogy ebből óriási problémák lesznek. Tehát vannak projektek, amelyekben én a magam eszközeivel próbáltam építeni saját magunkat. Már legelejétől. Igen, és szerintem csak, hogy és akkor ebben egyetértünk, tehát a Budapest-Belgrád a beruházónak a nemzetiségétől függetlenül egy probléma. A másik, amit viszont elgondolkodtam, és itt kicsit revidiálnám magam, ugye a Fudan Egyetemnek az ügye. Na most a Fudan Egyetem ügyében volt az egész kérdés arról, hogy legyen-e diákváros, vagy ne legyen-e diákváros, ez most aktuális is, mert most bejelentették, hogy lesz diákváros, bár ennek a konkrétuma is azért nagyon homályosan. Lássuk a valóságot. Igen, tehát hogy ez pontosan mit jelent. De azért két dolog. Én akkor is, azt már akkor is kritizáltam, hogy ugye milyen volt az a tüntetés, tehát kirakták ezt a micimackót, az egészben volt egy ilyen nagyon megalázó része, amiben, és azért, és itt ezt szeretném mondani, mert írtam erről a Substackenen, tehát a magyar progresszív oldalon egyfajta ilyen ázsiai elleni rasszizmus azért megtalálható. Tehát az arckiállításon ki lehet rakni a kínai családot azzal a címmel, hogy magyar népviselet, amit a haszi zsidóknál vagy cigányoknál ugyanez a közeg nem engedett volna, tehát van egy ilyen probléma is. A másik probléma pedig, hogy a Fudan Egyetemre azért nagyon nehéz azt mondani, hogy mondjuk nem a világ egyik legszínvonalasabb egyeteme. Meg annak az országnak talán az egyik legszínvonalasabb egyeteme, és valószínűleg inkább jót tett volna, hogyha vannak olyan magyar diákok, akik tudnak egy ilyen nagyon színvonalas egyetemi képzésben részt venni, tehát ez a saját magamnak a álláspontját korrigálom éppen. Itt ezen a és beszélget... teljesen igazad van, és itt ülünk a CEU-ban, itt vesszük fel ezt a CEU könyvtárában ezt a beszélgetést. Én akkor is azt mondtam mindenkinek, hogy kedves ellenzék, ne a Fudánt támadjátok, hanem most kell előhúzni még egyszer azt, hogy nekünk egyszerre van szükségünk a CEU-ra, a Fudánra és még mindenkire, aki ide akar jönni, aki csak 50 embert akar oktatni, és abból 20 magyar és 30 külföldi egymástól fognak tanulni, és egymástól fogunk tanulni. A fiam Shanghaiba egy olyan egyetemre járt, nem sokáig, közben lépett a Covid, úgyhogy haza kellett jönnie, ami Franciaország egyik első számú business school-ja, egyeteme, a Lyon Business School alapította egy közös kampuszt, a Fudánhoz mérhető nagyon híres egyeteme az East Normal University-vel, és egy amerikai egyetem a harmadik partner. És a képzésük úgy néz ki, hogy két év Shanghai, két év Lyon, és egy év Amerika. Na most, ha ez nem fáj a francia elit sulinak és az USA-ból érkező elit iskolának, akkor nekünk miért fáj? A Fudan a világ egyik legkomolyabb képzőhelye. Nobel-díjasok és kutatók tömegei várnak arra, hogy egyébként meghívást kapjanak. Nem ebbe a sorba illeszkedek, de én sokszor voltam a Fudanon, előadást is tartottam a Fudanon, nem professzorként, hanem inkább nemzetközi kapcsolatok, meg európai kapcsolatok, valami fajta szemtanújaként, hogyha szakértő nem is vagyok. Ez egy félelmetesen színvonalas hely. És az a hozzáállás, ahogy mi itt ezt is ezt a magyar ellenzék gyártotta le, ahogy ezt mi csináltuk, ez taszító. Amit meg mai napig nem értek, amit te is mondtál, kirakni egy... Aki kirakta Karácsony Gergely beszéde közben az ő pulpitusára a micimackót, azt tudta, hogy mit jelent és miért rakja ki. Tehát az egy képzett profi kellett, hogy legyen, mert szerintem a tömegből három embernél több nem tudta. Ez kétségtelenül igaz, hogy a magyar átlag választópolgárnak azon kívül, hogy egy nagyon aranyos mese figura semmit nem kommunikál, igen? A globális, kína ellenes
nem gyűlöletkampányok, hanem ezek a csipkelődő kampányoknak a Mici Mackó figura a kulcselemen, és ez kína, mert ugye a Xi elnök fizikumára utal, és egy ázsiai, nem csak Kínáról beszélek, bármilyen ázsiai kultúrában ez egy gigasértés. Gigasértés, és ez ott marad mindenképpen. Karácsony Gergő sem tudta szerintem, hogy az ott micsoda ott az orra előtt. Én is ettől félek. Azt még tegyük hozzá, hogy azóta egy momentumos országgyűlési képviselő legutóbbi alkalommal, amikor Xi elnök úr Magyarországon tartózkodott, akkor egy Mici Mackó jelmezben... Ne, ez nem is lemaradt. Persze, egy Mici Mackó jelmezben ott rohangált a várban. Azt szerintem már, én azt remélem, hogy ott a kínai külügyminisztériumnak a közép-európai deszkje is látta, hogy ez inkább szánalmas, mint sértő. De tegyük hozzá, hogy nem köztünk, hanem hogyha érdekfeszülést látunk, akkor az előbb említett Amerikai Egyesült Államok és Kína feszülését látjuk. Ott nem engednének meg egy ilyen... A New Yorki polgármester nem beszélne egy Mici Mackó mellett semmilyen ilyen ügybe, és a Fudan Egyetemnek azt hiszem a New York Egyetemmel, tehát a New Yorki Állami Egyetemmel van együttműködés. Természetesen ez nem lenne, illetve hát azért sok kritika érheti szerintem az Egyesült Államoknak ezt a fajta, de azért politikai elitként, de azért ilyen dolgokban mindig tartottak egy bizonyos szintet. Hát mert ez diplomácia, és versenyfutás, és játék, és egymás hergelése is benne van, mint ahogy egyébként egy Tyson boxmeccs előtt is ott van a hergelés, és minden a felhajtás, és aztán utána lejátszak egymás közt. Egy dolgot akartam hozzátenni, hogy ez ilyen kulisszatitok, nem is mondtam el soha sehol, de szerintem miért lenne titok. Én nagyon-nagyon igyekeztem ebben jó szolgálati úton lenni. Beszéltem annak idején a minisztériummal is, Szijjártó Péterrel személyesen ebbe az ügyben, diákváros kérdésben, és elmentem a kínai nagykövethez is. És mindenkinek elmondtam, hogy akkor lesz Fudan, hogyha ebben van egy nemzeti fajta, nem béke, hanem közmegegyezés, hogy kell. És ez két dologot feltételez, igen, az egyik, hogy a kormány nem sajátítja ki az ügyet, és nem csinál úgy, mintha senki másnak nem lenne köze hozzá, csak annak a néhány emberek, akik erről döntenek, és nem költenek el milliárdokat egy ismeretlen alapítvány, ismeretlen kuratóriumára. Tehát tipikusan minden NER hiba benne van az ügyben. Nem úgy beszélnek a magaslóról a főpolgármesterrel és a kerületi polgármesterekkel. Kettő, kínai nagykövetnek meg azt mondtam, hogy olyan nincs. Értem, hogy náluk egy pártrendszer van, tehát hogy kormánnyal tárgyalnak, kész. Fidesz delegációt hívnak meg Pekingbe, kész. Oké. Üljön le a kínai nagykövet, hívja meg az ellenzék kulcsfiguráit, szereplőit, nem csak a polgármestert, főpolgármestereket, hanem pártvezetőket, és tájékoztassa őket korrekten, normálisan. Egyik sem történt meg. Szijjártó Péter, korrektség miatt mondom, Szijjártó Péter jelezte, hogy nem nála van az ügy, hanem a már keverem a tárcákat, fogalmam nincs. Átrakták valamelyik másik tárcához, pont egy-két nappal később, tehát nem kivették a külügy területe alól, Palkovicsék lettek érte felelősek tényleg, és a nagykövetség megjelezte, hogy az ellenzéki pártok nem nagyon kívántak beszélni. És ez azért érdekes, mert ugye azóta volt itt Xi elnök, utána volt Párizsban. Ez volt az utolsó európai útja, ugye ez a Belgrád, Budapest meg Párizs hármas volt. És a Covid után az első ilyen így van. Hogy valójában van egy jó viszony, itt annyit még, hadd mondjak el, mielőtt a kérdés részére érek, a történelmi hűség kedvére, hogy ez a jó viszony, amikor Megyesi Péter elkezdte ezt a jó viszonyt, akkor a Fidesz még hazáról hozta Megyesi Péter. Tudom, hogy erre te intimebben emlékszel sokkal, mint én, de hogy ez nem egy fideszes találmány volt. Rogán Szijjártó kettős tartott talán Gyűrk Andrissal sajtótájékoztatót a kínai nagykövetség előtt, ahonnan felszólították Megyesi Pétert és minket, az egyik felelőse voltam a kapcsolatoknak, hogy kínai zokniárus kommunistákkal ne kössön dílt a magyar állam. De hiszen kínai zokniárus kommunisták. Sőt, én olyan képre emlékszem, amikor Balogh Zoltán, amikor még fideszes képviselő volt, tibeti sálban, tehát ilyen is volt, igen. Hát, igen, változnak a dolgok. Szóval csak azt akarom mondani, hogy van egy nagyon látványos jó viszony. Viszont
Szerintem most a legnagyobb stratégiai dilemmája a miniszterelnöknek az, hogy azzal, hogy Donald Trump nyert, és ő nagyon Kína ellenes, és köze van a jó viszony a Xi elnökkel, ezt a kört hogy lehet négyszögelni? Tehát a kettőt egyszerre hogy lehet négyszögelni? Szerintem nekem csak még mielőtt válaszolsz egy dolog, szerintem van a fejükben, mert pedig az, hogy majd Xi elnök úr és Donald Trump között Orbán Viktor fog közvetíteni, ezt picit naívnak érzem, mert úgy érzem, hogy amikor a kettő nagy hatalom beszél, arra mindig van egy vörös telefon, tehát nincs szükség egy közvetítőre, de hogy fogja tudni ezt a kört négyszögesíteni Orbán Viktor? És egy tételt tegyünk hozzá még, amit meg nem nagyon értenek például Kínában, vagy sok más helyen, lehet, hogy Moszkvában értik, sőt ezt használják, hogy attól, hogy egyébként van egy európai barátjuk, aki szinte bármit befogad, amit mások nem, attól ő még nem tud elintézni nekik semmit az Európai Unióban. Tehát csak azért érdekes, mert egy szem politikai vezető, aki ennyire látványosan oda pörkölődik, mind Xihez, mind Putyinhoz, aki egyébként, hogyha az lenne az elvárás, hogy közvetítsen, akkor hoznia kellene az Európai Uniót is hozzá, mert annak van értéke. Ugyanis a megállapodás nem az a kérdés, hogy Xi és Trump között milyen díja születik, hanem hogy abban Európa a nagybölények aktusa közben hol van. És nekem ez a nagy bajom. Ebben ezt nem fogja tudni megoldani a miniszterelnök. Abban van ráció, és konkrét példákat tudnék mondani, azt hiszem nem tudok, mert aláírtam a titoktartásit, nem tudok mondani, de csak utalok példákra, jó, hogy egyébként nagyon-nagyon sok amerikai, kínai, gazdasági együttműködés, nagyon komoly együttműködés alakul úgy, hogy egyébként hát kihagyják belőle a kormányokat, hiszen minden, ami a, nem titok a kormányok fele, csak minden, amit mondjuk a nagykövetségi kereskedelmi attaséknak kellene intézni, azt nem tudják intézni, mert ott diplomáciailag fagyott állapotok vannak, vagy legalábbis megvannak annak a törvényszerűségei, hogy dílt nem tudunk kötni, hogyha az első mondatunkban az épp aktuális szkanderünket végeztük el. Én most talán olvastad, hogy egy elég komoly felkérést kaptam a globális szinten az egyik legnagyobb amerikai, washingtoni központú cégtől. Ez egy Public Relations, Government Relations tanácsadó cég. Mondjuk úgy, hogy lobbycég, de sokkal bonyolultabb, mert sokkal erőteljesebb a Public Relations, mint egy általában egy lobbycégnél. Mindenhol ott vannak a világban. És amikor ők meghívtak a felvételi elbeszélgetésre, akkor mondtam nekik, hogy figyeljetek, nem akarok zsákbomocskát árulni, hogy esetleg rámentek az ilyen magyar oldalaimra, akkor látni fogjátok, hogy én azért nekem egy 20 sok éves tapasztalatom van Kína kapcsán, hogy tudjatok róla. Mosolyogtak rám szembe, és mondták, hogy hát persze, hogy tudjuk, és nagyon reméljük, hogy ezt tartja is. Tehát közben azért van egy olyan gazdasági érdek, ami a diplomáciai nagy kommunikációs csaták mögött, alatt, felett húzódik, ami miatt én abban bízok, hogy azért mégiscsak egybe lehet tartani ezt a glóbuszt. Én azt mondtam mindenhol a saját szerepemet, hogy én egy bridge builder akarok lenni, mert hiszek abban, hogy kell a normális együttműködés. Tehát akkor, amikor mondom ezt az ellenzéki indítatású nézőinknek, hogyha én valamire azt mondom, hogy egyébként ez egy jó ötlet és támogatni kell, és ez speciál a kormány éppen afelé megy, akkor ne kiáltsanak ki rögtön Rogán által megvásárolt új ellenzéki figurának, mert másnap, ha valamit látok, ami nem jó, láss például Belgrád-Budapest vasútvonal, akkor azt is kimondom. És szerintem ennek így kéne működnie. Az ellenzék ebből a szempontból rossz úton járt az elmúlt 14 évben, mindenre lőttünk, mindenre, amit a karmelitában, vagy az elődjében megfogalmaztak, az csak rossz lehetett, és szerintem ez nem volt helyes politika. Ebből a szempontból a mostani üdvöske sokkal okosabban játssza ezt a játékot. Ezzel egyetértek. Az interdependens két nagy hatalomról csak egy mondatot, tehát hogy talán az is van, hogy mindenki a szovjet-amerikai együttállásnak az ilyen szellemi struktúráit próbálja revinni egy olyan együtt
vagy egymás versengésben, ami azért alapvetően más típusú. Tehát a két országnak a gazdasági kapcsolata is sokkal erőteljesebb, most a hivatalosról beszélve is. Kinek mennyie van a másik államadósságából, a kínai kereskedelmi mérleg, meg az amerikai kereskedelmi mérleg, mint a puzzle, hogy illik egymásba. Nem lehet szétszakítani. Én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy vannak olyan viszonyok, amelyek, mint a sejtek, amikor összenőnek, hogy nem tudod eltépni, mert ha megpróbálod szétválasztani, akkor csak széttépni tudod, ami mindenkinek fáj. Nem tudod egyszerűen, mint egy cipzárt széthúzni, és azt mondani, hogy akkor szétszedtük, aztán majd összecipzározzuk. Nem. Ezek a sejtek, ezek összenőttek. Ezek egymás nélkül nem tudnak mozogni. Ezért szép a globális diplomácia és a globális kapcsolatok világa. Jól mondod, a végén nem Amerika és Kína fog ütközni, vagy nem ütközni fog, de nem ők fogják megsínleni ezt, hanem a világ többi része, akik most azt figyelik, hogy hova kell állni. Na ezt borzasztóan utálom európai, hát majdnem azt mondtam európai politikusként, hát már nem vagyok az, mik vagyunk, európerként. Nekünk szerintem az a dolgunk, hogy a kettő, két nagy hatalom játékában meg tudjunk jelenni harmadik félként, hogy mi is itt vagyunk. Mi is részt veszünk ebben az egész folyamatban, és velünk is lehet dílt kötni. Kínaiak imádják a példámat, mi ők szeretnek képetesen beszélni, mindig elmondom nekik, ezt csak úgy tudom elképzelni, hogy kétlábú szék nem létezik, vagy létezik csak a cirkuszban, ott nagyon ügyesen kell manőverezni. Tehát, hogy ha azt gondolják Amerika vagy Kína, hogy kétlábú széket gyártanak a világból, akkor az fel fog borulni. Minimum három láb kell, az már stabilan meg lehet, és akkor nézzünk körül ki a harmadik láb. Hogyha ők azt gondolják, hogy Moszkva, akkor tévednek, ha azt gondolják, hogy az általuk épített Afrika, akkor tévednek. Európa tud lenni csak a harmadik láb, csak ehhez nekünk föl kell nőni a harmadik lábnak. Erre mondjuk egy nagyon szép végszó, de még egy dolgot... Hova mész? A meccs van. De még egy dolgot behoznék, ezért mondom, hogy nem is a végszó lesz. Ugye nem ő akar meccset nézni, én mondtam, hogy a fiamban. Nagyon szeretem, nézni. Hogy megtörjük a negyedik falat, ez ritkán van. Szóval van a Taiwan kérdés, ami a legakuttabb mégiscsak ebben. De nekem azt mondtad, hogy fogunk beszélni az én turizmus mániámról, meg politikáról. Jó, akkor még arról is fogunk beszélni. Majd a következőnek, igen, lesz egy heti műsorunk. De a Taiwan kérdésben az, hogy mindig fölmerül, hogy ebből egy forró konfliktus lesz. És most nemrég visszanéztem, és ez nem most kezdett el fölmerülni, ez az elmúlt 20 évben folyamatosan fölmerült mindig. Hogy szerinted van rá valódi esély, hogy ez egy forró konfliktus lesz a közeljövőben? Most is forró. A kérdés az, hogy valakinek elsül-e a keze. Igen. Kína ennél ügyesebb és bölcsebb és nagyon tudatos. A kérdés, hogy milyen szereplők játszanak, akiknek érdeke lehet. Azért az orosz szolgálatokból is sok mindent kinézünk, meg hallunk külföldi Oroszországon kívüli területeken, hogy fel tudják bojdítani a világot, vagy ki tudnak egy mélykast kergetni, ami nem nekik fáj, hanem ott annak a környéknek, és Moszkvának az most különösen érdeke lenne, hogy a konfliktust eszkalálja, és elvigye más területekre is. Erről szól az észak-koreaiaknak a behívása is. És azért vannak félelmeim az új amerikai adminisztráció néhány felelős, majdan kinevezett tagjával kapcsolatban, akik el tudom képzelni, hogy úgy gondolják, hogy nagy játékosok lesznek, és akkor egy nagy játékban sok minden belefér. Azért az Amerikai Egyesült Államok szolgálata is folytattak már érdekes akciókat az elmúlt évtizedekben. Tehát nem, ha ott konfliktus lesz, azt nem Kína fogja legyártani, viszont óriási jelentősége van a térségnek. Aki nem ismeri a térséget, az ne gondolja, hogy ez egy Taiwanról szóló, egy szigetről szóló kérdés. Ez ugyanaz, mint hogyha egyébként, ahogy egyébként mondjuk Kubába szerettek volna az oroszok még jelentősebb aktivitást, szovjetek annak idején. Hát, amit az Egyesült Államok nem engedhetett meg magának. A mai napig milyen szankciók alatt van Kuba? Csak azért, mert szerencsétlenek ott vannak az Egyesült Államok partjainál, és nem engedheti meg magának az Egyesült Államok egyébként, hogy ott az egész térség az ellentétes másik nagy hatalomnak a birtokával legyen, és onnan végezzen bármilyen aknamunkát. Szóval ebben Kína érdekei akceptálhatóak, és azt kell még egyszer megérteni, hogy mindig is Kína része volt Taiwan,
és annak idején a hosszú menetelés után a kínai kommunisták győzelmével, amikor kizavarták a fehéreket, akkor konkrétan a megvert és a nyugat által támogatott ellenzékiek vonultak át Tajvanra, és így lett Tajvan egy önálló, és a világ egy jó része által nem elismert önálló ország. Tehát a Kína egy Kína elv, ez erről szól, hogy nincs önálló Tajvan. Az amit Kína már része. Az Egyesült Államok is így tudomásul vett. Tudomásul vett mindenki, mint ahogy mi is tudomásul veszünk sokaknak ilyen típusú kis nünükéit, legyen az Afrikában francia érdek, vagy amerikai érdek bárhol máshol a világon. Ebből jobb kimaradni ebből az ügyből, de akkor még egyszer mondom, forró az ügy, mert annyira be van feszülve mindenki, hogy ha valaki, egy harmadik erő ott valamit a tenger mélyén matat, akkor abból nagyon komoly égés lehet, világégés. És akkor a turizmus kapcsán... Hát, úgy járok veled, mint a egyes az ellenzékeket beengedő tévécsatornáknál, ahol azért megyek be, mert egyébként van valami fontos dolog a turizmus politikában és az iparban, és akkor megbeszéljük az összes ellenzéki de virtsaftot. De most mi érdemi dolgokról beszéltünk. Jó, hát én éreztem a beszélgetést. De még mielőtt erre rátérünk, még egy kérdés, és akkor kettő lesz. Ugye nem biztos, hogy ő lesz végül, nem tudom, hogy engedik a Várhelyi Olivért biztosnak, mert azt hiszem, hogy még nem derült ki, hogy átmegye, vagy nem. Hát nem tudom, ez te mikor rakod ki vasárnap adásba, addigra már kiderül. Most a német-magyar meccs előtt pár perccel veszük fel ezt a felvételt szerda este, és csütörtökön szerintem ott komoly történések lesznek a parlamentben. De mindesetre akár Várhelyi Olivér, akár más lesz a magyar biztos, ő az egészségügyet fogja részben megkapni. Te erre azt mondtad, hogy ez egy fontos portfólió valójában, az. Hiába mondták, amikor én legutoljára Brüsszelben mondtam, nekem is az okosuk, hogy ez egy ilyen marginális portfólió. Hát, mihez képest? Tehát nyilván mondjuk az Európai Unió kereskedelmi politikai biztonságnak lenni. De akár a bővítési portfólióhoz, ami korábban volt, ahhoz képest is. Két különböző terület, de súlyában a következő évre nézve hasonlónak, gondolom. Az egészségügy fontos terület. Te abban sokat foglalkoztál, mint európai parlamenti képviselő. Hogy látod, hogy lesz ebben valami szorosabb Európai Uniós együttműködés? Vagy? Van. Hát ugye létrejött az új pillére az Európai Uniónak, ami az Európai Egészségügyi Unió címet, nevet viseli, aminek az egyik kezdeményező és alkotója vagyok. Tehát ezért nekem izgi lesz a kérdés, hogy egy általam, részben általam, nyilván ilyenkor sokan dolgozunk rajta, de ott van a nevem és az egyik kezdeményező vagyok, és a legtöbbet foglalkoztatott az egészségügyi szakma, európai egészségügyi szakma által egyik legtöbbet foglalkoztatott képviselő voltam az elmúlt 5 évben, rendezvényeken, kapcsolatokban. Ezek élnek. Na most nekem ez nagyon izgalmas lesz, hogyha egyébként Várhelyi Olivér vagy egy másik Orbán delegát kapja meg a területet. Szakmai együttműködésre törekszem, és én azt szeretném, hogy ebből sok mindent tudjunk hazahozni a magyaroknak. Egyetlen egy kulcsmondatom, ezt kell ebből megjegyezném. Az Európai Egészségügyi Unió arról szól, hogy felfogjuk végre, hogyha léteznek protokollok a bankszektorban az együttműködésre, ha léteznek az energiaszektorban, a kereskedelemben, mindenhol van, az emberek legkiszolgáltatottabb ellátó rendszere, ahol legkiszolgáltatottabbak vagyunk ellátó rendszer tekintetében, az az egészségügy, és ott semmiféle, szinte nulla volt az európai koordináció, az európai minőségbiztosítás, és én azt várom el, hogy a következő években megszülessen az európai egészségügyi minimum, ahol minden kormánynak elő van írva, hogy mi az a minimum szolgáltatás, amit biztosítania kell az állampolgárainak, és az éppen nála lakó európai polgároknak. Úgyhogy ezen dolgozunk. Egyébként, ha Olivérrel, akkor Olivérrel. Olivér egy nagyon-nagyon kemény ember, nagyon nehéz ember, de egy kifejezetten okos és szakmailag felkészült pasi. Most hülyén hangzik így szerda este, de szerintem meg lesz. Tehát szerintem ő lesz a biztos. Ez jó, hogy mondod, mert legalább ennek van tétje, ezt tudjuk majd akkor ellenőrizni. Majd odaírunk egy ilyen diszklémert alá, egy ilyen futószöveget a felvételben. Elszúrta. Igen, és akkor a végén, hogy tartsam az ígéretemet a turizmus kapcsán, nem tudom, hogy
láttad-e a podcast előző részét, természetesen láttad, mert követed a csatornámat vallásosan. Így van. Soproni Tamás volt a vendég, akivel az elején részleteket láttam. Elég sokat beszéltünk az Airbnb-nek a kérdéséről és a turizmusnak arról a kérdéséről, ami problémát okoz egy városnak az életében. Hogy egy ilyen baloldali zöld szempontból tenném fel a kérdést, hogy minden esetben jó el, ha a turizmus mértéke növekszik? Nem. Köszönöm akkor is. És ha megígéred, hogy szánunk ennek egy beszélgetést a következő fél évben valamikor, akkor megígértem. Tök érdekes dolgokat fogok neked erről mondani. Most csak egy adatsort hogy prezentáljak. 1950-ben, akkor nagyjából, mint a te szüleid, meg az én szüleim, amikor születtek, összesen 25 millió nemzetközi turista érkezést tartottak számon a világban. Amikor én jöttem, hát én öregebb vagyok, mint te, akkor már volt 700 millió, ami egy 25 évvel későbbi óriási nagy ugrás volt, amikor a fiam 2000-ben, amikor én jöttem, akkor 250 millió volt, amikor a fiam 2000-ben, akkor 700 millió lett 2000-ben, és most másfél milliárdnál tartunk. Na most, ugye de ez mi a felső határa? Nincs felső határa. Ennek ez te szeretsz utazni? Tehát te szívesen ismersz meg más kultúrákat? Hát relatív igen. Relatíve igen. Elég, hogyha mindenki kicsit relatíve igen. Te olyan családból jöttél, ahol ez nem volt kérdés, hogy megengedheted-e magadnak, hogy megtekintsél valamit. 10 és 100 milliók vannak mondjuk évente Kínában. Évente Kínában 40-50 olyan millió ember van, aki soha nem tehette meg magának, meg visszamenőleg 5000 évre egyetlen egy felmenője se, hogy utazzon. De az utazás, a világlátás igénye ott van. És utazni fog. Tehát az én látod a kitűzőmet, tehát az ENSZ, ugye egy másik állásom, egyébként ez nem fizetett állás, de sokkal fontosabb, mint minden más, hogy az ENSZ turisztikai világszervezetének vagyok nagykövete az EU-s intézmények fele. Az egyik legtöbb aktuális kérdés, ez nem szócséplés, hogy hogyan tudunk olyan turizmus globális ipart kialakítani, amelyben részben szét tudjuk tolni a turizmust, hogy ne terheljünk túl egyes területeket, részben pedig hogyan tudjuk a turizmus hasznát visszaadni azoknak a helyi kis társadalmaknak, akiknek semmilyen más kilátásuk ahhoz, hogy egy tárizsnél többjük legyen az asztalon, nincsen. Ezért abban dolgozunk, és ez a legfontosabb, hogy ne Barcelonába akarjon mindenki utazni, hanem olyan fel nem fedezett kis térségekbe, ahol ugyanazt a kultúrát megkapja, sőt még többet, még lehet, hogy téged is fog érdekelni, mert valami speciális, és nem ugyanaz, ahol másik 20 millió ember akar egyszerre érkezni. Tehát a turizmus szét fog terülni. Ezen kívül a hotel szakmával, a cruise line-okkal, a repülőtársaságokkal, mindenkivel nagyon konkrét aktuális dílek és tárgyalások vannak, hogy hogyan tudják csökkenteni a kibocsátást, a környezeti terhelést, hogyan tudjuk például a hotelekben a waste managementet kezelni, mert az egyik legnagyobb tétel nem a repülőgép, hanem az étel, amit megtermelnek, majd kidobnak a kukákba a 4-5 csillagos szállodákban. Rengeteg ilyen kérdés van, és ezekben dolgozunk, imádnivaló téma, és nagyon konkrétum. A turizmus olyan lesz, mint a globális világ, megállítani nem tudod, növekedni fog, de akkor menedzselni kell. Ez megígérem, hogy a következő fél évben érdekes, erről lesz. Érdekel? Kifejezetten szerintem érdekel. Nagyon izgalmas kérdés. Kifejezetten érdekel, és a végén azt szeretném elmondani, hogy bekerüljön az adásba, hogy ha már zöld politika, az Istvánnak van az egyik legkézzelfoghatóbb és valóságosabb eredménye e tekintetben az európai parlamenti képviselői munkájában, úgyhogy mert ő neki a munkája is hozzájárult az ingyenes, fiatalok számára elérhető Interrailnek, ami egy szuper dolog. Csináljuk, és ez egy zöld turizmus, mert akkor el lehet menni, nem tudom, Varsóba, megnézni Varsót ingyenesen a fiataloknak vonaton. Tessék pályázni, minden 18 éves minden évben tud pályázni. Így van. Köszönöm szépen. Élveztem a beszélgetést. Én is élveztem.